Oké, le vagyok némítva. Én nem. Baj? Hát nem, csak engem mindig videózás közben kezdenek el zaklatni. Akkor sose keres senki, aztán mindig leülök videózni, és egyből... lenémíthatom. No. Sziasztok, Matilda vagyok. Sziasztok, Robi vagyok. És elérkezett az idei év harmadik közös értékelése apával. És azért mondom, hogy apa, mert az apám. Az Balogán. Apám apám. Mielőtt ebből Balogán. Félreértések következnének. A gyereke vagyok neki, szóval ja. Nem más történik itt. Tarusíthatom. Jó, félre szó, vagy nem is tudom, valamiért néha nem, de nem veszik észre, hogy látszik, hogy rokonok vagyunk, mindegy. Pedig marhára hasonlítunk. Le se tagadhatnám egyébként, hogy az apám vagy, de mindegy. Ezt valamiért mindig tisztázni kell néha. Ja, mindig néha, igen. Mint augusztusban nem ezért favágok, mi? Amikor jöttek megnézni, hogy le kéne várni a diófáról. Ja, hogy mondjam a páromnak, hogy majd jönnek, jó. Igen. Ja. Szóval ő az apám. Az apja vagyok. A biológiai apám. Yes. A DNS-e 50%-a. DNS-em 50%-a tőle van. Vagy 49, ki tudja. Mindegy, valamennyi. Na, szóval, mi? Negyedéves közös összegzés. Az elmúlt 3 hónapban apával nem olvastunk túl sok közös könyvet. Közöset nem, valóban. Eltértek most az irányvonalaik egy kissé. Igen, de van... Én elmentem sci-fi vonalba valamiért egyébként. Ja, de van 5 darab kötetünk. Tudom, miért mentem el a Halle Mary küldetés miatt, igen. Azt köszönöm most is. Ja, igen, azt múltkor ajánlották neked. De azért van pár könyvünk, amiről tudunk beszélni. Előre szólok, hogy ebből apának a legtöbb nem tetszett, úgyhogy... Nem, igen. Ez van. Ilyen ellentmondásosak leszünk most, ahogy végignézek ezen a kupacon. Na de kezdjük is! Az első könyv, valami igazából 2 könyv, úgyhogy szerintem mutathatod egyszerre a 2, mert egy sorozat. Ez Elizabeth Tagnontól az Olga a papírlány sorozat. Az első része a különleges utazás, és a második része a Jum a sötét szerzet, mert az előbb apa azt mondta, hogy Jim. Jem. Jimet mondtál. Na, tartsad. Tartom. Olyan régen olvastam, hogy rá kellett néznem, hogy mi a túrót írtam róla, de most már így nagyjából helyjel közel emlékszem. Hát nem hagyott maradandó nyomot sajnos egyik könyv se bennem. Az első rész az még úgy oké volt, úgy tetszett, kis aranyos volt, kis érdekes, kis másságos, nem úgy ilyen értelem, hanem egyáltalán az a vagy a másságot csak sokszor egyféleképpen értik, pedig a másság az, hogy most nem tudom, a kék szemüek meg a barna szemüek is mások, szóval értitek, na mindegy. Aranyos volt, de néha túltolt a pedagógiai, pszichológiai odabondásokat. Az nem a másik volt. Ebben is vannak abban ilyenek, is de ez még nem volt. Bármint, hogy én ebbetre gondoltam. Na látok, mert ebben is eltér a véleményünk, de még ott nem tartunk. Ebben is voltak ilyenek, kis kedves szórakoztató sztorik vannak benne. És kíváncsian fogtam utána neki ennek. Ennek a második. Jum. A Jemesnek. Na mindegy. Legalábbis gondolom, hogy Jumnak kell mondani, nem tudok olaszul. Tök mindegy. Annyira a képembe tolta az okosságokat, hogy az bosszantott, és igazából a sztorik is kicsit erőltetettek voltak nekem, meg néha unalmasak, és hogy jó van már, haladjunk már megértettünk mindent, csak haladjon a történet tovább. Jó is lehetett volna, vagy lehet, hogy velem van a baj, és az első után ez már kicsit sok volt nekem. Meg nem te vagy a célkorosztály se. Ez egy dolog, gyerekkönyveket is szeretek olvasni. Tudom, én is. Én is szeretek gyerekkönyveket olvasni. Jó, de hát akkor... Jó. Nekem nem, neked igen, hát... Nem. Nem igen. Mindegy, szújják mivel. De én sem szerettem ezeket annyira. Ja, akkor most egyetértés. Kb. Csak ebbe fogunk egyetérteni itt. Én azt hiszem, hogy egyébként mind a kettőt ugyanolyanra értékeltem. Az első részről azt kell tudni, hogy ez összefüggőbb sztori, és engem nagyon szétdobott, hogy a másodikban ilyen nagyon összevisszaság volt. Igen. Nekem az nem tetszett nagyon a másodikban, hogy az elsőben olvashatóbb volt a betű típusa a sztorizásnak, a másodikban, meg amikor ilyen mesélős részek voltak, mert a Olgáról azt kell tudni, hogy ő nagyon tud mesélni, és amikor mesélős részek voltak, ez a kacifántos, kacskaringós betű nem típus nagyon volt. Látszódott. Hát, mert a te arcodon van a fókusz, nem fókusz, mindegy. A lényeg az, hogy borzasztó a betű típusa. Nem volt olvasható nagyon a betű típusa, igen. Nem tudom, ki találta ki, de mert az elsőben működött, ebben nem működött a betűtípus, valamiért a 2-ben eltérőek voltak. Igazából
Nekem mind a kettő ilyen... A második az főleg vontatott volt. Uh-huh. Az első jobb volt, meg ebben jobban tetszett, hogy összefüggő volt a sztori, ebben meg így random voltak, nem random, de hogy így be voltak dobálva, hogy most ez itt a tanulság, most ez itt a tanulság, igen, szóval igen, ez egy kicsit az arcodba tolta. Nem, én nem azt mondom, hogy olyan nagyon rossz volt, de nálam most nem találtak be. Pedig én például nagyon szeretek én is gyerekkönyveket olvasni. Hát nálam se. Jobb. Ez van. Itt értettünk apával egyet egyedül ebben a videóban. Következő áldozat. Madeleine Millertől a Kirké, ami közös BookTube könyvklub könyv szépen volt. Csinál, látjátok? Színváltós. Na szóval, hát halljátok, azok a görög istenek istentelenek. Na. Majdnem mondtam egy csúnya szót, de hát nyilvános videóban. Jó, kimondhatom akkor? Mondjad. Kisipoltál, szóval. Kisipolom. Majd úgy mondom, hogy ne is lehessen lorolvasni a számról, jó? Na mindegy, ezt tudtuk a görög istenekről, nem mintha a rómaiak különbek lennének, vagy az összes többi ilyen istenség. Kíváncsi voltam erre a történetre, gondoltam, milyen jó kis történet lesz. Hát majdnem úgy volt, ha az a majdnem ott nem lenne, ott is hú, villog a fotó, villog. Nagyon jó. Nézd, milyen arany fényt tudok vele csinálni a kamerára. Mária Arsznal is van, látod? Na szóval, sok volt a Kirkének a szenvedtetése. Én értem én, hogy ezt egy ilyen sokáig tartó folyamatot ír le, több száz év, vagy nem tudom mennyi idő, de hogy állandóan szenvedett, hát persze. Volt az élete, na, szóval szár volt az élete, de ennyit szenvedni és ennyi belső monológgal szenvedni, ez nagyon-nagyon nem tetszett, és ez nekem úgy iszonyan mutatott. Amikor elkezdődött a szenvedős bekezdés, akkor így ugrottam, hogy hát, ha majd az ötödikre abba marad, és kb. Így is volt az ötödikre, talán abba hagyta ezt a belső, jaj, de rossz nekem, és miért rossz? Nem már, haladjunk már valami sztorit is bele, nem lelki izét akarok én olvasni. De ez úgy kimaradt volna belőle, egy nagyon frappáns könyv lehetett volna egyébként az egész, mert úgy összességében jól bemutatta ezt a görög mondavilágnak ezt a bizonyos szeretét, de mégiscsak rátekintést adott az összes többire is. Nekem ez nagyon tetszett. A borítója mondjuk, tök szép. Mondjuk, ugye én benne voltam a kibeszélőben, ott egy jó két órán át imádtuk ezt a könyvet, úgyhogy nagyon hosszú lett az a kibeszélünk. Oké. Te ezt nem értheted! Nem. Szubjektív. Igen, szóval én nagyon szerettem a Kirkét. Jó, tele van nőiessége, meg a női principiummal, meg energiákkal, de... Na, értem én. Jó, szóval én nagyon szerettem, de ide majd nem oda apa fejéhez be fogom linkelni a kibeszélőt, hogyha valakit érdekelne a BookTube könyvklubos kibeszélő róla. Csak mondom, maratoni hosszúságú, de igazából az első egy órában ott átívelőben beszélünk, és utána elveszünk az ilyen kisebb részletekben, úgymond elveszünk, hogy rászálljuk az időt, hogy megbeszéljük. Jó, meg tudod, azért szenvedett ennyit, mert ő próbált megküzdeni azzal, hogy ő egyrészt nő, meg hogy nem úgy viselkednek vele, ahogy ő szeretné, és ő azért szenvedett. De Isten, minek szenved egy Isten? Hát azért, mert ő nem volt olyan Isten, mint a többi. Nem volt ezeknek a görög isteneknek se életük, aztán az embereket izégették a hülyeségeit. Hát olyan, mint ma a social media. Egyébként igen. Azt hiszem, hogy pont ennél írtam, ha már mondod, hogy ha a görög isteneknek lett volna Facebookjuk, gyerekek, mi lett volna ott? Kölköven nem marad? Hajajaj! Következő könyvünk Shannon McGuire-től a Mélyberánt a lábvilág, ami a Csellengő gyerekek sorozatnak a második része. Ez egy olyan rész, ami igazából második rész, de nem feltétlenül kell az első rész ahhoz, hogy tudjuk, mi történik, mert ez az első rész előtt játszódik. Hát igazából abszolút nem kell hozzá az első rész ismerete. Ezt is kíváncsian vártam, mert az első rész az nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Azt kimondottan imádtam egyébként. Izgalmas volt, fordulatos volt, és fantasztikusan jó volt. Hú, mondom majd ez is. Nem. Hát sajnos nem. Ugye egy testvérpár történetét írja le ebben a részben. És csak így látszódik. Ha itt tartod az öletben, akkor nem látszódik. Tényleg, így látszódik. Odaadom neked mutogást. Jó. Fájdulja meg a te karod. Na, szóval néha logikátlannak éreztem a sztori vezetést.
Volt, amikor elpepecseltünk egy-egy óra eseményeivel, történéseivel, aztán beugrottunk egy-két évet, és akkor közben mi történt, vagy miért ugrottunk oda, vagy miért így ugrottunk oda, azok nem derülnek ki igazából. Nekem ilyen szaggatott és ilyen dróton rángatott volt a karakter és a jelenfejlődés a főszereplők esetében. Olyan, már nem volt jó, nem. Nem jött be. Abszolút nem. Nem tetszett, nem fogott meg. Izé volt. Ez is a sok izé között. Idén is már most már sok ilyen sok izét olvastam. Hát én azt hiszem azt a könyvet, mert most ezután, a könyv után az írónőt kedvenceltem. Oké. Okay. Nekem nagyon tetszett a hangulata. Én az első részben Jacket és Jillt nagyon szerettem, úgyhogy tök jó volt, hogy így kaptunk egy sztorit hozzájuk, hogy ők hogy kerültek oda, ahova. Meg nekem az egész dinamikája is teljesen bejött. Meg tudom, hogy te itt azt hiszem írtad te is ezt az értékelésedben, hogy arcba tolósan mondja, hogy hogyan kellene nevelni a gyerekedet, de nekem meg amúgy tetszett, de mármint nem azt tetszett, hogy arcba tolósan, csak így, ahogy be lett mutatva. Vagy én nem éreztem arcba tolósnak. Én meg nagyon. Túlságosan direktbe tolta ezt a sok okosságot és tanulságot. Itt jön ki, hogy mennyire eltérő is az ízlésünk néha. Attól, hogy a lányom vagy, még lehet így, nem? Csak hogy hangsúlyozzuk ki a dolgot. Hát ki tudja, hogyha nem értek veled egyet, akkor mi történik? Aj, mi történne? Még soha nem volt ilyen a történelem folyamán. Hát, na. És elérkeztünk az utolsó könyvünkhöz ebben a negyedévben. Ki nem mondom a szerző nevét, hát ha ki tudod mondani, akkor mondjam, de én nem tudom, hogy kell kimondani. Saint-Exupéry. Franciásoktól elnézést, ha nem volt jó. És ez halk is volt. Yes, ez a kis herceg. Szintén BookTube könyvklub közös könyv volt. Júliusban. Nyilván nekem nem volt ismeretlen a kis herceg története, nem először olvastam el, de miután megjelent ugye itt ebben a kihívásban, hajrá akkor még egyszer. Szegény jó szakadt már. Hát jól van, 70-hányos kiadás. Erre nem nyílik. 71. Nem a 93-as? A 93-as kiadás, mindegy, mert szegény szépes, elég rendesen. Én most egy kicsit más szemmel olvastam. Nem is annyira. Ugye alapvetően gyerekkönyvként van apostrofálva, jöttitek? Na, szóval dedikálva. Hú, egyre jobb szavak jutnak eszembe. Na, mindegy. Az a lényeg, hogy nem biztos, hogy feltétlenül csak gyerekeknek szólva, csak gyerekeknek kéne elolvasni. Igen, egy is tári van egy csomó direkt hogyan éljé barátom című történettel, majd én jó megaszondom. De vannak benne ezek mögött olyan kis finomságok, amik, ha az ember kicsit odafigyel rá, akkor lehet, hogy azok is úgy átjönnek üzenetként. Nem is biztos, hogy megfogalmazódnak ezek az üzenetek egyébként. Ja. Szóval tetszett a kis herceg máskor is, most meg aztán egy más szempontból még inkább. Egyébként ahhoz képest, hogy ez kis vékonka, kis solánka az egész történetecske. Nincs 100 oldal se. De ez pont van 100 oldal. Viszonylag sokáig tartott el olvasnom. Mert hogy mindig megmeráltam és akkor emésztettem. Ezt is, meg mást is, mindegy. És ja, jó volt. Hát... Én most olvastam először a kis herceget. Nem is nagyon tudtam róla semmit, mert mindig csak az van, hogy mindenki mondja, hogy kis herceg. Úgy annyit vágtam, hogy van benne egy rózsa. Meg egy róka, és így ennyi. És akkor igazából a Majos Plecsnihez... Nem ezt akartam olvasni abban a hónapban, aztán az nem jött össze. Az 1984, ez meg rövid volt, és ez belefért, úgyhogy ezt olvastam végül. Hát, elolvastam, és igazából az van, hogy igazából nincsenek érzéseim. Tehát, hogy így elolvastam, és így oké, elolvastam, lehúzhatom a listáról. Oké, elolvastam, jó, én ezt értem. Csak én tudom, hogy ezért mindenki oda meg visszavadni, meg így elolvasta, és így... Hát, jó nektek, nekem ez ilyen... Én nem éreztem úgy, hogy kaptam bármi újat ettől a könyvtől. Lehet, hogyha 10 év múlva elolvasod, akkor kapsz, ki tudja. Lehet. Mindegy. Igazából...
nem tudom, nekem ez így olyan... Nem azt mondom, hogy rossz volt, csak azt mondom, hogy így... Elolvastam, oké, jött a következő. Egyébként ez nem egy... Ahogy mondtam, ugye gyerekkönyvnek van titulálva, de alapvetően... Egy gyerekhez szerintem nem... Ez nagyon, nagyon keményen spirituális könyv. Akkor neked azért jön be. Tudod hova. Ezt majd várj ki, mert nem hiszik el, hogy... az apám vagy. Ja. Szóval igen, lehet, hogy ezért nem tetszett, mert hogy... Hát nem az a kimondott gyerekkönyv, na. Nagyon, nagyon sok ilyen... tudatossági utalás van benne. Jó. Hát nem tudom. Kiderül, hogyha, nem tudom, egy 10 év múlva kedvet kapnék hozzá, hogy újra olvassam. Hát még meg lesz az összes lapja. Megveszem másik kiadásban. Jól van. Mit akartam? Valamit akartam mondani, de elfelejtettem. A rajzok nagyon kedvesek benne egyébként. Tehát ugye most csak az, hogy itt tudod, egy felnőtti tag, amit leír, hogy a felnőtt azt mondja, hogy ott nincs benne semmi, egy gyerek beleképzel, mert a gyerek lelkű felnőtt is, oda akármit is. Uh-huh. Jó. Ennyi. Okay, én ezt értem. Jó. Szóval akkor gyerek lelkű felnőtteknek is való, akkor mondjuk így egyszerűen. Lehet, hogy még tetszik is neki. Neki nem tetszett, nekem igen? Ez van. Ez most egy ilyen ötös fogat volt ma. Igen, ilyen nagyjából legtöbb ponton ellentmondásos. Hát de mégsem, mert a háromból kettővel egyet értettünk. Jó, oké. Oké, jó. Na. Jó. Az kettőtöd. Akkor 50-50 mondjuk az. Hát eltépünk, én nem tudom, igen. Eltépünk egy. Vagy ezért kitépjük a kirkéből azt a részét, ami tetszett neked, és akkor megvan a fele-fele arány. Rendben. Jó, hát akkor most ez egy ilyen rövidebb videó volt apával, de nem baj, apát úgyis mindenki szereti. Szóval bármilyen hosszúság is jó belőle, aztán majd meglátjuk, hogy ezt a kérdezfeleleket összehozzuk-e decemberben. Élőben. Szóval élőben. Készítsétek magatokat, meg a kérdéseket apának, mert már több ember kívánta, hogy legyen apával kérdezfelelek, úgyhogy én nem leszek semmi rossznak elrontója. Én sem. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy esetleg egy ilyen élő közvetítéses kérdezfelelek az összejönne, és amúgy most vettem észre, hogy baromi ferde a kamera. Nem baj. Nem baj. No, akkor szerintem legközelebb januárban lesz ilyen videó, mert akkor lesz meg a maradék 3 hónap. Hát igen, a október, a november, meg a decemberke. Azt meglátjuk, hogy akkor ott mennyi átfedésünk lesz. Most sem sok van egyébként, eddig. Nem, az írha és bőr az majd az lesz. Egy. Majd kiderül. Egy. Hát jó, még addig van 3. Egy két hónap és fél, alatt. Két és fél hónap addig. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Sziasztok.